Ezek a felvételek még 2017. augusztusában készültek, amikor Galambos Dénes országgyűlési képviselő és Cserna Gábor polgármester bejelentették, az önkormányzat visszavásárolta az élményfürdőt. A felújítás folyamata azonnal megkezdődött. Az átadás átvétel után felmérések, majd kiviteli tervek készültek. Májusban elindul ugye az élményfürdő teljes gőzerővel, és ha minden terv szerint halad, akkor július hónapban bezárjuk a Fabó Éva sportuszodát. A felújítást a DVG ZRT szakemberei végzik. A külső élményelemek föl és sátrat állítottak, hogy kijavíthassák a hibákat. A betonban keletkezett repedéseket műgyantával javítják, továbbá a medence új szigetelést és burkolatot is kap. Párátlanítók felújítása, beléptető rendszerek felújítása, klímák felújítása, gépészeti rendszerek áttekintése és felújítása, uszoda technológiai munkák, csúszdák, gyermekmedence élményelemeinek felújítása, valamint a ház teljes villamos felújítása. Úgy gondolom, illetve így fogalmazott vezérigazgató úr is, Márdai úr, hogy kifejezetten jó ütemben halad a munka, és ahogy az épület főbejárata fölött mellett szerepel, ugye április elején, reményeim szerint már húsvétkor, egy próbaüzemmel indulhat a működés, majd májusban, a jó idő beköszöntével, pedig egy folyamatos nyitvatartásra. A Fabó Éva sportuszoda felújításának pontos dátuma közbeszerzési eljárásoktól függ még. Ahogy a zászlók is hirdetik, az élményfürdő kapuit várhatóan áprilisban megnyitják. Első körben tesztüzemmel működik majd az intézmény. Ahogy az élményfürdő elkészül, a felújítás a Fabó Éva sportuszodával folytatódik.